mert benned él maga az Isten, és te beengedted most önmagadba. És ez az igazi örömnek az alapja, hogy úgy tudok kilépni, úgy tudom megélni az én emberi életemet, hogy továbbra is, mindig, a gondok és a bajok között is, ha elgyengülök, vissza tudok jönni, erőt gyűjteni, és nem, innentől kezdve nem engedhetem meg magamnak, hogy üresek legyenek azok a padok, hogy még üresebbek legyenek az otthon lévő lelkek, mert feladatom, mert hivatásom, mert kötelességem van, mert ott vannak a rám bízottak, akikért felelős vagyok, akikért élek, és akiknek át kell adnom a mai napnak a lelkemet átformáló, átalakító kegyelmét, mert várják, mert ők is élni akarnak, mert ők is életet akarnak, és most nem tudják megkapni máshonnan, mint a krisztusi ajándékot a te kezedből, amelyet hazaviszel. És amikor hazamész, akkor látod az éhező tekinteteket a környezetekben, a családodban, a munkatársaidban, embertársaidban, húsvét van, valamit adok, a legtöbbet önmagamat, a saját életemet, a saját lelkemet, a saját emberségemet, amely felemel, mert ez az adakozó jóság olyan magasba tud emelni, mint a krisztusi élet, mert ő él benned innentől kezdve. Jókai írja, őszint ember fiaival, lélek cserélő idők járnak. És most is érzem önmagamban, érezd az életedben. Lélek cserélő idők járnak, mert arra van szükségünk, ez az eddig élet így, ahogy van, nem mehet tovább. Mert mi lesz akkor az életeddel, amely egyetlen? Mi lesz akkor a rám bizottakkal? Nincs jövője, nem lehet jövője sem nemzetünknek, sem családunknak, sem önmagunknak, ha mi nem érezzük a mindennapokban a húsvétnak az igazi átformáló örömét. És most megújult lélekkel figyeljük önmagunkat. Zúgnak a húsvéti harangok. Kirobbanó erővel nyílik a tavasz. De lelkünk csatlakozik hozzá. Életünk folytatja ezt a megújuló teremtő munkát. Feltámad Krisztus. Zengi a világ. Feltámadtam én magam, örvendezik a lelkem. És a feltámadásnak az örömhírét tovább viszem. És ennek az örömnek, ennek az Isten élménynek tapasztalásának a kegyelme, ezt teszi a szürkének mondott hétköznapokat is ünnepé, mert ezzel az ünnepi lelkülettel, ezzel az ünnepi élettel, ezzel az átformálódott emberséggel szebbé, boldogabbá, Krisztusibbá tenni. Azt mondjuk, amikor szeretettel kezet rázunk ismerőseinkkel, kellemes ünnepeket kívánok, mondod, és hallod meg az ő szavát, de az igazi lelkiérzés ennek az ünnepnek a teljes átadása, mert megérted, mert átérted, csak egészen más lesz a jövő. Az a bizonyos függöny mindig nyitva marad, amelyet a feltámadott kitárt előttem. Látom az életnek az értelmét, és a célját. Most már minden a helyére került, mert a húsvét békéje az mindig simává teszi, még a göröngyösnek mondott életet, s hétköznapokat. És idám, most
mosolygó, erőt kapó, de erőt adó élettel tudott folytatni. És a húsvétot minden nap nem csak megismételni, de az életben megélni is tudod. És igen, visszajövök, ha elfáradt. Visszajövök, mert ismét előre van szükségem. De ez a gyakori találkozás, ez az Isten élménynek a megújítása mindig újjá tud teremteni. Békesség nektek, ne féljetek. Ezek a szavak Márinak élővé a mindennapjainkban. És akkor boldog lesz ez a mostani húsvét, és boldog lesz az egész emberi életünk is. Amen. Testvéreinket a feltámadás dicsőségére. Hallgass meg, Urunk! Kérünk,
tekintsák kegyelmesen és enged, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesüljünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És végül